Továbbra is a magyar kormány jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot. Harangozó Tamás szocialista országgyűlési képviselőt idéztem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nemzetbiztonsági kockázat tekintetében rengeteg szó esett tegnap más szereplőkről, mint a magyar kormányról, és önnek külön véleménye volt ezzel kapcsolatban. Szedjük őket sorrendbe, hogy mi az, ami tegnap történt, és mit emel ki ön a legfontosabbként, ellenvéleményként. Hát ugye a tegnapi Honvédelmi Nemzeti Bizottság ülés mindegy meglepetéssel kezdődött, mert Kósa Lajos, aki nem csak a bizottság elnöke, hanem a Fidesz frakcióvezetője, alelnöke és még ki tudja milyen, egyszerre bejelentette, hogy az általam kezdeményezett témákat mégiscsak napirendre fogja venni a bizottság a következő üléseken, és ezek azok a témák, amik a hosszú-hosszú parlamenti szünet alatt azért eléggé borzolta a közvélemény kedélyét. A Bőnyi rendőrgyilkosság, hogy történt, mit látunk a vizsgálat után. Ugye gyorsan elhalt a hír, de a területesi központnál fejek hullottak és feljelentést tettek hűtlen kezelés miatt, tehát valamilyen korrupciós, komoly korrupciós cselekmény valószínűleg megtörtént a területesi központnál, ami szintén nem csak azért kérdéses, mert hogy eltűnt pénz vagy nem tűnt el, hanem ez egy rendőri és titkosszolgálati szerv, tehát ha ott van korrupció magas szinten, akkor azért az nem tett biztonsági kérdés is. Nagyon röviden csak azért, mert hogyha bármelyik tekes vezető egyébként korrupciós ügybe keveredik és zsarolhatóvá válik, azonnantól kezdve életveszélyes minden magyar polgár számára, hiszen olyan aszközökkel rendelkeznek, amivel szinte senki más az országban. Tehát Bőny az egyik, amelyet Bőny az egyik, a TEK a másik, a harmadik a másik? pedig a határon szolgálatot teljesítő rendőrök tömeges ételmérgezés, amiről most annyit tudunk egyelőre, hogy egy CBA-hoz kötődő vagy CBA-s alvállalkozó volt konkrétan, aki miatt ez történt. Én rákérdeztem, azt mondták, írásbeli kérdés formájában, mert nyilván a parlamenten kívül ezzel tudunk kommunikálni a kormánnyal, hogy megszüntették velük a szerződést, de mint kiderült, és ezt szeretném tisztázni, csak kizárólag azzal az étteremmel, amelyikből az étel jött, azzal a céghálózattal, akik egyébként ezért közvetve vagy közvetetten közvetlenül felelnek, azokkal nem, és én ezt teljesen elfogadhatatlanak tartom. Tehát itt igen, cégek jól élnek abból, hogy ez a rendkívüli helyzet van, na de akkor az a minimum, hogy ilyen nem történhet meg, és ha megtörténik, annak nagyon kemény következményei vannak, mármint hogy tömegesen megbetegednek, és akár az életüket is veszélyeztetik azoknak, akik egyébként ott a munkájukat végzik. Pedig minden másra van újabb 26 milliárd forint közbeszerzés nélkül. Tehát ez volt az eleje. Utána jöttek ugye a határrendészeti törvény, illetve a rendkívüli válsághelyzet úgymond fenntartással kapcsolatos döntések, és a végén majdnem egy tucatnyi közbeszerzés oldali mentesítés, amelyeket tételesen nem tudom elmondani, de vannak olyanok benne nagy számmal, ami a rendőri végrehajtó állománynak technikai felszerelést, autót, ilyesmit fog vásárolni. Azokat mind megszavaztam én személyesen is, mert azt gondolom, hogy fontos, tehát hogy végre. És volt egy olyan, ahol tartózkodtam, és utána szóvá is tettem, hiszen ez a kerítés ügynek. Ez a második kerítés megépítésére most több mint 26 milliárd forintot kapott nekem a belügyminisztérium. Mi nem tartja indokolni? Nem ez volt a kérdés. Én ott szembesítettem a BM és a rendőri vezetőket, személyesen ott volt az országos rendőrfőkapitány is, hogy ugye nem azt akarják mondani, hogy ebbe a 26 ezer millió forintba se fért negin bele, hogy azokat az össze-vissza tákolt vadász leseket, amikről rengeteg kép járta be a sajtót, az emberek a híradókban is láttak, hogy mínusz 20 foktól plusz 40 fokig egy ilyen tényleg szinte kézzel összetákolt valami borzalomba állnak ezek a rendőrök és katonák. Mellette a szovjet időből itt maradt vászon sátrakba olajkályhával átsorognak a 24. században egy NATO tagállam kollégái. Egy-kettő, hogy nem mondhatják már azt, hogy ez egy ideiglenes, gyors megoldás, hát hiszen még egyszer mondom, most éppen 26 milliárdért még egy kerítést fognak építeni, igen, hogy nem igaz, hogy nem jut ebből a pénzből arra, hogy az ott szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák munkakörülményei normálisabbak legyenek. Mi volt erre a válasz? Az, hogy nem. Nem csak az, hogy nincs ebben az előterjesztésben ilyen, hanem utána, amikor én szóvá tettem, hogy ezt felháborítónak tartom, és nyilvánosan is újra és újra neki fogok ennek menni, mert egyszerűen elképesztőnek tartom, 100 milliárd fölött tartunk, abból nem sikerül mondjuk normális zárt, akár fűthető, hűthető álláspontokat a magának az állománynak letelepíteni a határa, hogy éjjel-nappal 40 fokba, mínusz 20 fokba valami normális körülmények között legyenek. Akkor ezt szóvá tettem, akkor közölték, hogy nem is terveznek ilyet, és jöttek megint ezzel az ócska dumával, hogy mert a nem tudom, 80-as években is, amikor ők álltak a nem tudom milyen határon, akkor milyen szörnyű körülmények voltak. Egyrészt szerintem nem igaz. Ki kell tudni bírni. Tehát azért azon a határszakaszon volt infrastruktúra, másrészt meg nem a 80-as években vagyunk, hanem a 21. század elején vagyunk, egy
egy Európai Uniós, egyébként a világ egyik legjobb és leggazdagabb térségébe tartozó uniós tagállamként talán juthatna pénz arra, hogy megbecsüljük a saját kollégáinkat. Amivel kapcsolatban azonban visszautasításra talált, az az utólagos átvilágítás. Kossa Lajos azt mondta, hogy a vizsgálatot elvégezték, utólagos átvilágításnak semmi értelme azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy indokolt lenne a letelepedési kötvény alapján az országba érkezik nemzetbiztonsági kockázatát elvégezni. Ugye itt most elég sok ügy derült ki Ukrajnától Faraonig. Na és akkor ezt mondtam én, igen, magára a határzárt törvény és a meghosszabbításra, és egyrészt tartózkodunk, másrészt pontosan azért, mert az a kormány, amelyik még ezeknél a napirendeknél is, tegnap is előadja, hogy itt a schengeni határt védjük, a magyar embereket védjük, és de senki be nem jöhet, akinek minden papír rendben lenne. Az a kormány, amelyik Gait Faraont beengedte azért, mert Orbán Viktor találkozni akart vele, még egyszer emlékeztetem a kedves nézőket, ő az az ember, akit az Interpol és az FBI is körözött terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban nem is. Nem túl eredményesen, mondja a magyar kormány, két évtizeden keresztül, azt tényleg furcsa. Én mindig csak azt szoktam mondani, hogy valaki picit modellezze már, hogyha ez egy szocialista kormány alatt lett volna, akkor mi történt volna. De mindegy. Kettő. 4000 vizumot adtak ki az orosz vizumgyárként elhíresült botrányban, skandalumban. Egyedi bűncselekmény, azokról a 4000-ről, azokról a 4000, de abszolút rendszerhiba. A 4000, hát az, ami Moszkvában vizumgyárral történt, az rendszerhiba. Azzal, hogy Kis Szilárd egyébként, akiről ki volt állítva a papír az alkotmányvédelmi hivatal által, tehát a szolgálatok jelzik, hogy az ember kockázati tényező. Aztán mégiscsak van egy kormánytag, miniszter, politikus, aki ezt felülírva azt mondja, hogy ne nyugodtan menjen, csak bizniszeljen. Amikor ez bedől, akkor meg ugye tudjuk, a következő lépés az volt, hogy kiszervezték, és a Tarsolyék üzletével, aki maga azt állította most a bíróság előtt, hogy 400 milliós üzletet szerveztek ki így, ami nem a magyar államhoz ment, hanem megint magánzsebekbe, és ott még azt se tudjuk, hogy hány vizumot adtak ki, és hogyan vizsgálták fölül. De a Kis Szilárdos résznél, és azt nagyon szeretném kiemelni, maga a hatóságok is beismerték, hogy annál 4000 embernél egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra kiáltották úgy a papírt, hogy semmilyen ellenőrzés nem volt, a mai napig nem tudjuk, hogy kik jöttek be. És a harmadik része az ukrán ügy, ahol a kárpátaljai magyarok papírjaival visszaélve, nyilvánvalóan nem, ezt szoktam mondani, nem az ukrán bányász nyugdíjasok vesznek 1,5 millió forintért magyar útleveleket, hanem egyértelműen bűnözők, akár terroristák. Tehát itt, aki ott fizet, az Magyarországra jöhet. Ja, és a 15 ezer letelepedési kötvényesről akkor ugye csak halkan szeretnék megemlékezni, 300 000 euróért. Tehát aki fizet, aki a miniszterelnök vagy a kormány valami haverja vagy üzleti érdeke van, azok ugye jöhetnek, azokkal szemben nem kell megvédenünk Schengen. És nem csak politizálni szeretnék, tehát még egyszer a vízumügy, meg az ukrán útlevélügy, az konkrét nemzetbiztonsági kockázat, fogalmunk sincs, hogy ezek az emberek kik. Magyarországon mit csináltak? Elmentek-e az Unióba? Terroristák, bűnözők, akárkik, és ez valami elképzelhető. Az úgy a tűnik, kormány, hogy nem is legyen kedves, ne papuljon ilyen ügyekről. De ha nem is lesz vizsgálat, akkor ebben nem is fog maximum az oknyomozó újságíróknak köszönhetően. Nézd, amilyen letelepedés a kötvényeket illeti, ott elvileg megcsinálták az AH meg a BM, amit tudott. Ennyi idő alatt mi is mondtuk, hogy szerintünk nem képes normális ellenőrzést végrehajtani. Hát fogjuk ezt még napirenden tartani. Sok minden olyan ügy van, amire azt tudom mondani, hogy a 2018-as kormányváltás az egyetlen gyógyír, hogy azok az akták, amik ma titkosak, amikkel sunnyognak, amikről nem beszélnek, azokat egy másik kormány kinyissa, és végre megtudhassák az emberek, hogy mi zajlik. Na viszont van még itt utoljára nagyon kevés az időnk egy olyan ügy, amivel kapcsolatban nincsenek akták, és nem nagyon vannak bizonyítékok. Semennyire nincsenek. Szabó Tíme, a Párbeszéd parlamenti képviselője írásban kérdezett rá a miniszterelnöknél Jürgen Roth német újságíró könyvének az állításaira. A kérdése következő volt, hadd idézzem szó szerint, a miniszterelnökhöz címezték, tehát vette ön át közel 1 millió márkát tartalmazó bőröndöt Szeva bácsitól Dittmar Klodon keresztül 94-ben. Ugye ez egy nagyon súlyos vád, ami most bejárta a nyilvánosságot. Semmiféle bizonyíték erre, se pro, se kontra nincsen, vagy nem tudom, hogy lehet-e. Hát én sem tudom, de már csak azért sem, mert abban az időben egész más dolgokkal foglalkoztam koromból adódóan, tehát most nem is tudom, ez hányba lehetett, de gondolom már nem a csattogós lepkét tologattam, lehet, hogy a tanulmány, amit folytattam és a hölgyeknek udvaroltam, nem tudom. Tehát én nem tudom megmondani, hogy ott volt ilyen vagy nem személyesen. Kettő. Van egy állítás,
amit nyilván egy képviselő szembesített a miniszterelnökkel, hiszen nagyon súlyos vádak valóban, és ugye a legenda része az, hogy ott készült felvétel, állítja az, aki azt állítja, hogy átadta a ebben pénzt. Ebben igaza van, igen, azt mondja, hogy készült felvétel. Most épp a legenda arról szól, hogy ez az oroszokhoz senki került, mármint, hogy nem csak az orosz alvilági figurákhoz, akikről itt beszélünk, akik elvileg finanszírozták ezt a játékot, hanem, hogy maga az orosz titkosszolgálat ezt stipistopista, és ugye azért érdekes ez a kérdés ma, mert hogy éppen, hát azért elég nagy barátkozás van a volt KGB-s tiszt jellegű orosz elnök és a miniszterelnökünk között. De cáfolat érkezett, ugye két lehetőség van, vagy egyszer tényleg előkerül az a felvétel, és akkor az egy komoly hideg zuhany lesz, és azt gondolom nagyon sok mindenkinek a politikai karrierjének a vége, vagy pedig egyébként akár a miniszterelnök, akár a kormány magát a könyvíróját is bepereli, és világossá teszi, hogy itt ő áll minden vizsgálat elé. Tehát az, hogy nem köszönöm, azt szerintem itt most kevés, itt olyan súlyos vádak vannak, hogy szerintem akár be is kéne perelnie, és bebizonyítani, hogy ennek nincs alap. Ez nagyon súlyos valóban, és örök, hogy ez a témával fejeztük, mert nem sokára folytatjuk amerikai belpolitikával és külpolitikával, ahol újra felmerültek túl meleg orosz kapcsolatokat ápoló kormányközeli emberek a Donald Trump kormányában, úgyhogy ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy eljött.